Hello, hello. Igen, tessék. Hello, hello, szevasz, szia, szia, Aga Feri vagyok. A kocsi miatt jelentkeznék a hirdetésre, a Honda. Szia. Hello, hello, hello. Megvan még. Meg. Jó, oké, kösz. Látom itt a leírást. Mondtál azért róla egy-két dolgot? Mert viszonylag drágának ítélem meg ahhoz képest, hogy... Aha. Hát mit szeretnél tudni? Hát te elég sok mindent írsz le, hogy kicsit 160 ezer kilométer van benne csak. Így van, ez így igaz. Hát figyelj, nekem egy legendem van, de 2003-as, és az kerül ennyibe. Az kerül ennyibe, vagy abban van ennyi kilométer? Az nem mindegy. Tehát abban is ennyi kilométer van, és 2003-as. Hogy az hogy? Hát... Kicsit volt egy kis trükk, nem? Nem volt trükk, legalábbis én nem trükköztem, az biztos. 4 évvel ezelőtt vettem az autót 95 ezer kilométerrel. Egy 69 éves bácsitól, akinél 11-2 évig volt, egész pontosan nem tudom, és ő garázsban tartotta, és sokadik autónak használta. Aha, te ez nem taxi volt? Németországban? Nem. Taxi, ekkora autó, 3 ajtós. Taxi, nem vannak nem kis hiszem. Taxik is, persze. Kis taxi. Nem tudok róla, én úgy tudom, hogy 92-ben lett forgalomba helyezve Magyarországon a forgalmia szerint is. Aha. Na jó, mert én taxinak használnám, csak már nem lehet, az a baj. Mert a taxi volt, akkor könnyű lett volna átalakítani. Mert most már nem lehet taxi, tudod? Csak fiatalabb, mert régen taxiztam. Aha. Azt most csinálunk egy ilyen retro taxit régi autókkal. Figyelj, nitrót bele tudunk tenni, szerinted? Micsoda? Nitrót. Elbírja motor. Nem tudom. Mert a taxinak nem lesz ez jó, de gyorsulásra még jó lenne. Hány lóerős ez? 150, az igaz? Igen, így van. Uh-huh. És fekete? Hát zöld. Hát azt én feketének látom. Na jó, figyelj, tulajdonképpen érdekelne az autó, csak hát mondd el már Franco történetét, léci. Tehát, hogy igaz? Mi igaz? Amit hát elmondtam, minden igaz. Hát figyelj, beszéltem az előző tulajjal. Az idős bácsival. Igen? Hát általában ez... Nem ilyen színű volt. Ha nem? Hát, csak kíváncsi voltam, mert tényleg érdekelne a Verda, de hát ha megmondod, hogy mi a Franco történet. Ez a Franco történet, tehát... Hát, figyelj, tudjuk, hogy nem. Tehát ha azt mondom, hogy bőrcseki, akkor szerintem tudod, miről beszélek. Nem. Jó, hát. És akkor azt mondom, hogy citrom. Akkor se. Jó, figyelj, mondom, tényleg beszéltem az előző tulajjal, mert a nejem ismeri a feleségét, mert tanította, és aztán kiderült. Pont nézegettem a képeket, és azt mondja, hogy az ő autója volt. Legalábbis ezt mondta a nejem. Hogy hívják ezt az idős urat? Akivel beszéltünk, Kendl. A feleségét, ismerem csak. Lánykori nevét, az Agyvai Borbála, ő tanította a nejemet. És ő látta a képeket. Ki? Felesége? Ott van nyaralójuk Fenyvesen, ahol a nejeméknek. Én nem tudom a részleteket. Nejem mondta, hogy látta ezt az autót, és azt mondta az úriember, hogy az övé volt. És nem, mert 70-valány éves. És ő mondta, hogy megvehetjük, csak kell tudni róla azt, amit ezért hívtalak, hogy ha elmondod... De mit mondott? Ha elmondod, hát figyelj, szóval tőled szeretném hallani az igazság. Na de nem tudom, hogy mit vár tőlem, mert nem, tehát én nem mondtam semmi nem igazat. Figyelj, annyit mondok, hogy itt van nálam a pénz. Tehát én oda tudom vinni, ha elmondod, már bocsánat, hogy tegezlek, ha elmondod, hogy ezzel mi volt. Hallgatlak. Nem értem ezt az egész történetet, de... Hát figyelj, kocsi és citrom. Hát ennyi, most többet én nem mondhatok. De mi az, hogy citrom? Hát az egy gyümölcs. Nem tudok a citromról semmit. Semmit akkor. Vagy nem akarod végül is elmondani. Nem tudom, hogy miről beszélünk. Figyelj, ha azt mondod, hogy figyelj, Feri,
mert ugye én, hogy annyi volt a citrommal, hogy megvolt ez az olasz vonal, akkor elhozom. Milyen olasz vonal? Micsoda? A citrom miatt. Na jó, ebből én nem értek semmit, úgyhogy szerintem hagyjuk ezt a történetet itt most abba. Jó, bocs, de most ezért ne haragudj, tudod, csak nekem azért kéne... Nem haragszom, csak de én azért szeretném, egyrészt, hogy azért beszélgetünk az autóról, amit elmondtam, minden igaz, elmondtam, hogy volt az eleje törve. De azért ne haragudj, hát itt van, hogy minden további információt szívesen elmondok. Igen, telefonon. De én ezt az egyet, meg citrom, meg nem tudom kicsoda, meg fenyvesen a felesége, nekem ezek nem információk. Meg nem tudom, tehát nem tudom, mit várnál tőlem. Hát elmondtam, igen, össze figyelj. Volt törve az eleje. No, hát ennyi, és citrom. Piros lámpán át. Hát köszönöm. Hát piros lámpa, összetört eleje, és citrom. Hát ezt én már összetettem, csak szeretném tőled hallani. Mert ez eddig nem hangzott el, hogy összetörted. De, ezt az előbb mondtam. Nem hát... én törtem össze. A kanyarodó sávnál elindultam zöldre, és szemben nem állt meg a piroson az ember. Jó. Hát és akkor ennyi? Akkor nincs, tehát... De ezt elmondtam az előbb is. Jó, én szerettem volna tőled hallani, hogy mi van ezzel az olasz vonallal és a citrommal. De ha azt mondod... Milyen olasz vonal? Hát olasz. Könyörgöm. De, tényleg... Én is jártam Olaszországban, nem tudom, miről beszélünk. Hát ez az. Ezt mondták, hogy ezzel nem te, de valaki, ugye? És ki? Ki volt ebben ezzel a kocsival Olaszországban? Hát én biztos nem. És a citrom... De lehet, hogy nem egy autó... Fogalom, ez teljesen különböző dolog. Akkor úgy mondom, hogy citrom autó. Így azt sincs. De. És ha különbontom, hogy cit, autó és rom. Na. Na, hát így már van értelme a romnak magában. Hát ezt kérdezem. Meg volt ez? Nem volt. Tehát akkor nem volt így sem. Nem. És ez az olasz vonal? Arról meg pláne nem értem, hogy miről beszélünk. Jó. Figyelj, akkor viszont beszéljük azt már meg, hogy akkor én ezt a kocsit elvinném. Jó. Mikor jó neked ez? Jövő héten vissza kellene térni erre a dologra. De itt van a pénz. Örülök neki. De odaadnám a pénzt. Figyelj, jövő héten nekem már ezzel citromozni kell. Én egyébként ezért kérdeztem. Mit jelent a citromozás? Világosíts már fel, légy szíves, hogy ilyen kifejezéseket tudjak. De ez mit jelent? De komolyan nem tudod, egy autónál mit jelent komolyan az, hogy citromozni egy autóval? Nem tudom. Azért kérdeztem, ha nem citromoztál még vele, akkor én megteszem. De ha igen, akkor már nem tudom nyilván, mert de akkor... De mit jelent, hogy de... citromozás? Kristóf, hát ez le van jelentve. Ha citromoztál vele, akkor az be van írva, hogy citrom. Érted? Ezt nem, tudom, nem tudom másképp mondani. Jó. Jó, köszönöm szépen. Figyelj, Kristóf, akkor jövő héten beszéljünk, én hívlak, ez a számom, de lehet, hogy a mobilról hívlak, ami nagyon fontos. Én Harsányi Levente vagyok, és ez a telefonbetyár volt az önindítóból. A kollégáid nevében kívánunk boldog új évet, Kristóf. Köszönöm szépen. Na nem kell citrommal foglalkozni. Nagyon jó. Te nagyon türelmes voltál. Ugye? Őszintén nem borult ki? Mert te nem borultál ki? Kíváncsi voltam a végére. Nem borultam ki, kíváncsi voltam, hogy hová fejlődik ez a beszélgetés. Fia, nagyon jól csináltad. Úgyhogy küldünk neked Music FM-es ajándékcsomagot. Az egész kollegális kör Tamással az élen szeretett volna téged megtréfálni. Visszadobhatod nekik a labdát, majd valahogy ezt megbeszéljük. Egyelőre most ez az átverés itt nálad megült, de nyilván ennek lehet folytatása is. A kocsi eladásához meg sok sikert kívánunk neked. Hát köszönöm szépen. Na jó, köszönöm, hogy beszéltünk. Szevasz, hello, szia. Szia. Hello.